A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Minden emberen segítsük, ne nézzük kicsoda, elég az az egy ok, hogy ember. Akár ez is lehetne a mottója annak a fantasztikus gondolatnak, amelynek mentén megszületett az ülelés az elfogadásért flashmob, az országban egyedülállóan. Ugye december 3-a, kedves nézőink, a fogyatékosság világnapja, és nagyon-nagyon jó, hogy van egy olyan kollégánk, kolléganőnk, aki ezzel kiemelten foglalkozik, Kovács Szilvia. Szia, Szilvi! Szia, Lajos, köszöntöm én is a nézőket. No, hát ez egyedülálló mindenképpen. A kicsit gondolkodjunk el közösen a nézőkkel együtt akár, hogy mi mindent kell ahhoz megtenni a szürke hétköznapokon, hogy egy ilyen ünnepi esemény létrejöjjön, mint egy figyelemfelhívásként, de ez én azt mondom, hogy sokkal több van nál. Igen, ezt most már én is látom, hogy ez nem csak egy flashmob lesz. Én csak annak szántam, de aztán ahogy a szervezés részébe belebonyolódtam, amit majd később elmesélek, ott láttam, hogy akkora erőket lehet ezzel a hívószóval megmozgatni, hogy ez már túlnő egyébként ezen, hogy flashmob, én már most látom, hogy ez nem az lesz. És hát remélhetőleg hagyományteremtő szándékkal szerveződik ez most meg. Én szeretném, ha ezt évről évre, meg egy kicsit más köntösben is lehetne majd, csak most az időszűke miatt két hét alatt én azt mondtam, hogy tényleg csináljunk egy minimumot, és akkor már ebből is nagyobb dolog lesz. Ugye a hívó gondolat önmagában, én azt gondolom, hogyha nem is könnyre csábít bennünket, de elgondolkodásra késztet mindenképpen. Igen, hát ennek az az előzménye, hogy sokan tudják rólam, hogy én is egy szindrómás autista kislány nevelek, és hát nekünk az egész életünk erről szól tulajdonképpen. Azt a részét is átélem, amit nap mint nap gondolom, hogy sok más társammal együtt is szülőként átélünk, ugye tényleg a születésétől kezdve hát mondhatom ezt így, hogy küzdelem, mert nagyon sok mindent kellett megtenni azért, hogy a mai napon eljussunk oda, ahol ő most tart, és szerencsére azt mondom, hogy, és lekopogom, hogy biztos, hogy jó kis felnőtt ember lesz belőle, de emellett, hogy ezt látom, azért nagyon sok forgatásra járunk, ugye, és nagyon, miután ez nekem szívügyem, ezért általában van is direkten szánt ilyen forgatás számomra, hogy akkor mondjuk a Szent Kristóf házba menjek, vagy egy olyan eseményre, ahol fogyatékkal élők, bármilyen fogyatékossággal élő megfordul, és mondjuk róluk van szó, vagy nekik szerveznek egy-egy eseményt, már célirányosan találnak meg az ilyen témák. Legutóbb például foglalkoztam egy hölgyel, aki szerintem te is foglalkoztál Szabó Annával, szerintem az ő nevét is megemlíthetjük, aki bár értelmileg épp, de fogyatékossággal él, sajnos van egy testi fogyatékossága, de amikor ott voltam a lakásán, és láttam azt, hogy mi minden csodát tud művelni, és már 4 kiállítás is van a háta mögött, akkor egyszerűen ezek a gondolatok jönnek, amikor egy ilyet látok, hogy miért kell ezeket az embereket eldugni, bár mondjuk ő neki kiállítása volt. De hogy nagyon sokan vannak, akik nem tudják megmutatni magukat, pedig nagyon értékes emberek, és például a Szent Kristóf házat ki kell emelnem közülük, mert hogyha én bemegyek oda, akkor egyrészt nem csak, hogy egy sztár vagyok, mint hogyha egy hollywoodi sztár érkezne hozzájuk, olyan aranyosak, hanem hogy tényleg azt látom, hogy őket még úgy nem fertőzte meg a külvilág, ők ilyen gyermeki naivsággal megáldott felnőttek, akik tényleg mindennek örülnek, mindennek, amit kapnak, és ők szeretnek adni. És egyébként a hívó gondolat az ebből is származik, hogy ők nagyon sokan, például a dankórosok is nagyon szeretnek ölelkezni, és hogy azért is gondoltam ezt, hogy a december 3-án így öleljük közösen körül az országalmát, és mutassuk meg azt, hogy igenis mindenki ugyanolyan, mindenkit el kell fogadni. Nagyon szeretném, hogyha az elfogadást próbálnánk minél jobban hangsúlyozni, de nem csak ezt, hanem emellett még azért van egy-két gondolatom. Így igaz, az, hogy az elfogadáshoz a szeretet is társul, a szeretet mindenek felettisége, az nagyon-nagyon fontos. Ugye mi itt közvetlen közelről látjuk a te gondjaidat, az ünnepeidet, a hétköznapjaidat,
ugyanakkor nagyon sokan vannak, és azt hiszem, hogy azért is jó ez a kezdeményezés, akik nehezen birkóznak meg, elfordítják a fejüket, legfeljebb apró gesztusokat tesznek, viszont ennek egy folyamatnak kell lennie. És azért is nagyon jó, hogy a Facebook oldaladon, és ezt emeljük ki, folyamatosan leírod azokat a gondolatokat, amelynek mentén meginvitálsz mindenkit erre a találkozóra, mert ez egy találkozó. Ez nem egy önmagában egy esemény, egy akció, bár annak indult nyilván, hiszen a flashmob ebből ered, de az, hogy egy folyamat része lesz, abban bizonyos vagyok. Igen, én is. Ahogy mondtam is, vagy ahogy az előbb szerettem volna mondani, hogy az első hívószóra, ahogy legelsőre a polgármester úrral beszéltem meg ezt az ötletemet, nem is mondtam addig senkinek, heteken keresztül formálódott, alakult bennem ez a gondolat, és miután azt mondta, hogy úristen, csináld, és szervezd, és hívd meg mindenkit, akkor hirtelen így összeszedtem az összes olyan kapcsolatomat, akikkel megfordultam, akiknél megfordultam már, és nagyon érdekes volt, hogy az első egy-két óra után futótűzként terjedt ez a dolog, és mindenki hívogatott mindenkit, és senkiben nem volt az, hogy hú, miért nem nekem jutott eszembe például, hanem hogy mindenki nagyon örült annak, hogy de jó, hogy végre van egy ilyen, és valaki ezt közre fogja. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, és most már tényleg ott tartunk, hogy sokkal több lesz szerintem, mint ez. A másik, amit szerettem volna még mondani, hogy arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy nézzék meg, hogy milyen küzdelmeken mennek át ezek a családok. És ezt el is fogom mondani, nem csak én, hanem hogy még sokkal nehezebb helyzetben lévő családok is vannak, sőt, és hogy tényleg nézzük azt, hogy miken mennek át, hogy milyen logisztika, egy normál családnak is nagy logisztika az, hogy a gyerekeket el kell vinni reggel iskolába, utána érte menni, edzés, ne adj Isten valami hangszeren is tanul, stb. Mindig intézni meccsekhez a hétvégéket, tehát hogy nagyon sok mindenen átmennek a normál gyermeket nevelő szülők is, és nyilván nekik is vannak gondjaik, de hogy azért például, hogyha csak a Szabó Anna anyukájára gondolok, akinek a munkáját fel kellett adnia ahhoz, hogy az Annával tudjon felnőttként otthon lenni vele, és tényleg néha el tud menni otthonról, de az Anna egy inzulinos beteg, tehát hogy mindig megvan, hogy mikor kell neki lerakni az ételt az asztalra, tehát hogy miken mennek át a szülők. És egy másik dologra is szeretném felhívni a figyelmet, amit már te is azért említettél, hogy ne fordítsuk el a fejünket, vagy ha elfordítjuk úgy a fejünket, akkor ne legyen az arcokon grimasz, hogy Tehát én ezt el szoktam mondani, hogy nem tudom kiírni a gyerekem homlokára, hogy autista, amikor bemegyek a boltba, de valószínű, hogy tehát azért nem is nagyon viszem boltba egyébként, amit nem biztos, hogy helyesen teszek, de inkább már kerülöm az ilyen helyzeteket, mert mondjuk a pénztárnál lehet, hogy nekiáll hangosan felszólalni, hogy csináld már, menjünk már, anya, haza akarok menni, tehát és akkor ugye nyilván mindenki minket néz. Arról nem beszélve, hogy a sajnálkozás néha többet árt, mint az elfordulás, mert a sajnálkozó tekinteteket nehéz feldolgozni. Igen, meg tudod, az, hogy látszólag mondjuk ő például egy normál gyermek, csak lehet, hogy viselkedési problémái vannak. És hogy a különc viselkedést már az emberek annyira nem tolerálják, és néznek nagyon. És én magam részéről ezt nem szeretem, hogy néznek, és mondjuk pici korábban is mondjuk megszoktuk azt, hogy lemegyünk a játszótérre, és lehet, hogy arrébb mennek a szülők, sőt a szülők húzzák arrébb a gyereket, amit szerintem nagyon helytelenül tesznek, mert pont, hogy engedni kéne az ilyen gyerekekkel játszani, hogy ők is szokják azt, hogy egy kicsit érzékenyítve legyenek, hogy felnőtt korukban ne ilyen szülők legyenek belőlük. Igen, kimondtad azt a szót, az érzékenyítést, ami nagyon-nagyon fontos. És ebben az érzékenyítésben az általad leírtak is közrejátszanak, hogy nagyon fontos gondolatokat fogalmazol meg, és korán sem véletlen, hogy jószerivel valamennyi felkiáltó jellel végződik. Mert ezt másként nem is lehet. Tehát kérlelő szavakkal nem lehet, ezt gondoskodó szeretettel kell megfogalmazni, de felkiáltó jel legyen a végén, mint ahogy azt mondod, hogy ezen a napon mutassuk meg, hogy nincsenek különbségek. Ez a legfontosabb mindenképpen. Mutassuk meg, hogy a sérült embereket gondozó családok milyen küzdelmeken mennek át nap mint nap. Itt a saját példád, és nagyon sok olyan példa van, aki szégyenérzetben éli meg a mindennapjait. Egy kicsit a programokkal foglalkozzunk, hiszen ez úgy indult, hogy lesz egy flashmob. Ölelés az országalma körül, megfogjuk egymás kezét, és ennyi a történet. De aztán, ahogy mondtad is, nagyon sokan jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy
hogy ez már jövőbe mutató az a kezdeményezés. Mi minden vár ránk ott, és utána majd folytatjuk a mélységeit is. Jó. Igazából már a gondolat, amikor megfogalmazódott, hogy flashmob, akkor már gondoltam arra, hogy jó, hát azért nyilván ne csak annyi legyen, hogy körbeöleljük, hanem hogy mutassuk meg, hogy ezek az emberek is képesek nagyon szép dolgokat művelni, és ezért gondoltam azt, hogy még akkor nem volt meg a színpadot ötlete, csak az, hogy esetleg ott a téren valamit, kis performance, vagy valami kis előadás, vagy egy vers, vagy bármi, amit ők elő tudnak adni, és szívesen kiállnak az emberek elé, azzal mutassák meg, hogy ők is nagyon ügyesek, okosak és szépek. De aztán polgármester úrnak volt ez az ötlete, hogy de hát akkor már ne ott, hanem akkor már úgyis állni fog az adventi színpad, hát akkor menjenek fel a színpadra, adjuk meg nekik a lehetőséget. És szerintem ez az, ami nagyon fontos, mert egy-egy eseményre, ha elmegyünk, akkor tényleg látunk ilyen kedves kis előadást, de nem tudjuk ezt így ilyen nagy mélységeiben megmutatni. Itt viszont tudom, hogy például, és meg fogom említeni név szerint, a Szent Kristóf házból például az Asztalos János, akihez én elmentem forgatni, akikhez egyszer egy ilyen nagyon aranyos kis kezdeményezés kapcsán, és a János odajött, hogy ő el akarja mondani a versét mindenféle előzmény nélkül. Ezek az emberek olyan bátrak, és akkora szívük van, hogy ezt egyszerűen meg kell mutatni, és az nem volt kérdés, hogy a János el fogja mondani itt is ezt a szívhez szóló versét, ami szerintem mindenkinek könnyet csal majd a szemébe, mert el fogja mondani, hogy nincs közted és köztem különbség, ugyanolyanok vagyunk, és ez nagyon nagyszerű szerintem. És ezen kívül, amikor ugye így szólt a felhívás, amikor kiküldtem a levelet az intézményeknek, és elkezdtem egyeztetni mindenkivel, hogyha lehet, akkor akinek van kedve, és kijön, az ne csak kijöjjön, hanem a fogyatékkal élők intézményeinek, a bentlakók, vagy a gyerekek, vagy a felnőttek adjanak elő egy kis produkciót, és akkor így elkezdett gyűlni. Hát nem szeretném azért a végtelenségig húzni, meg hát azt azért figyelembe kell venni, hogy itt tényleg fogyatékkal élő emberek lesznek, és hát december van, hideg van. Tehát, hogy azért kicsit pörgetni szeretném a dolgot, de hát majd meglátjuk. Ez most az első ilyen, és hát nem is állítom azt, életemben nem szerveztem még rendezvényt, nem, hogy még ekkorát, tehát nem állítom, hogy nem lesznek buktatók, de hát most még ez most forja ki magát. Ráadásul igazából. Ráadásul ugye valamennyi művészeti ág képviselteti magát, én azt gondolom, hogy ez egy csoda lesz, és ilyenkor bizonyos értelemben azért is álltam kötélnek, sőt hívtalak, hogy beszélgessünk, mert igenis meg kell mutatnunk, hogy nem félrenézünk, hanem odaállunk és elkezdünk gondolkodni. És ha ezt gondoskodó szeretettel tesszük, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy pozitívum. Nyilvánvaló, hogy sokan vannak a segítségedre, ki mindenki segít ebben? Hát ez tényleg elképesztő egyébként, mert múlt héten kezdtem el szervezni, és abban a pillanatban, ahogy mondjuk felhívtam Perce Ilonát, nagyon kedves ismerősömet, akit ugye nagyon sokan ismernek a városban, és őnek is szívügyei hasonló témák, ők rögtön azt mondta, hogy mellém áll, és hogyha tud terhet levenni a vállamról, akkor azonnal segít. Úgyhogy a szervezési részében ő is elkezdett így mozgolódni, embereket hívni, stb. És aztán ahogy elkezdett alakulni, hát nyilván a Székesfehérvári Közösségi Központ adja hozzá a technikát és a színpadi dolgoktól elkezdve székeket biztosítunk azoknak, akik esetleg elfáradnak és leszeretnének ülni, tehát ők is teljes mellszélességgel mellettünk vannak. Természetesen Székesfehérvári Egyházmegye Spányi Antal megyés püspök úrral együtt mellszélességgel mellett áll a dolognak. És hát az összes intézmény, de akkor most mondhatok, kiragadhatok, mert hogy tényleg rengetegen vannak. Most csak azokat mondom, akikről tudom, hogy jönni fognak, és valószínűleg fognak is előadni valamit, az a Szent Kristóf ház. Akkor az esélykört riasztottam Farnady Judit vezetésével, aki ugye, hát jó ez csapat. Egy hálózat, és a hálózatában szétkürtölte a Lárkének, a Sinosznak, a Viktóriának, és még sorolhatnám. Éppen az előbb, mielőtt beszélgettem veled, a Szokó Zsoltól kaptam egy e-mailt, és tényleg folyamatosan mindenki a támogatásáról biztosít. Ezen kívül jelentkezett az Autista Klub, Polgárdi Tekeres Pusztát megkerestem, amikor már felhívtam őket, hogy hívjam őket, addigra már megvolt, hogy milyen programmal jönnek, tehát hogy őket nem is kellett külön riasztanom. A Velencéről az ENC iskolának az autista esenisei jönnek, akik énekkarral jönnek fellépni. Az Alba Mentor alapítvány jelezte, hogy ott lesz. Az Arany János iskolának az összes tagintézménye riasztva lett, tehát onnan is várunk gyerekeket is. A Törteli Zoltán, aki esenis fiatalok
mozgásfejlesztésével foglalkozik, és egyébként judót is tanít, judó előadással, illetve bemutatóval jönnek. A Frim Jakab szakosított otthonból is várunk valamit. Természetesen Lengyel Zsófi, az esélyegyenlőségi referensünk is ott lesz, és hát az Arkonik is támogatásáról biztosított, ki fognak jönni Varga Zsuzsáék, akik abban fognak segíteni, hogy ott terelgetik, majd rendezkednek és segítenek a szervezésben. Bizonyos értelemben ilyenkor szembesülnünk kell azzal, hogy általában, tehát itt most nem Székesfehérváron gondolunk, hogy tovább lépésre ad-e módot egy ilyen találkozó, hiszen azt nagyon is jól látjuk, hogy elszórtan az országban vannak hasonlók, nem ilyenek, de hasonlók, mert nyilván ez egyedi lesz, és szerintem fantasztikus. És ha ebből hagyományt teremtesz, akkor az minden, az, tehát leborulunk előtted, már így is. No de, hol tart az ország? Figyeltek-e arra, hogy milyen hírek jönnek, hiszen azért próbálnak most már a törvényekkel is segíteni azon, hogy ne legyenek teljesen elesettek azok a szülők, akik ilyen gyermekeket nevelnek? Hát ebben annyiban tudok válaszolni erre a kérdésre, hogy én, mint autista gyermeket nevelő szülő szoktam tájékozódni. Azt látom, hogy nagyon kevés szerintem a szociális ellátás az, amit kaphatnak ezek a családok. Nekem ez kicsit fájó, hogy például egy 10 éves koráig a gyermekeket nevelő szülők kaphatnak például gyest, és 10 éves kortól tulajdonképpen 18 éves korig semmi nem történik egyébként. Tehát nincs plusz ellátás. Ami viszont nagyon nehéz, mert nagyon nehéz anyagi helyzetbe is kerülhetnek akár ezek a családok. Azok, akik esetleg kerekesszékes gyermekeket nevelnek, hát mekkora logisztika eljuttatni őket iskolába, bárhova, autóval, tehát hogy maga az infrastruktúra is olyan kéne, hogy legyen, hogy tehát én azt gondolom, hogy több segítség járna. Ezzel is szeretném egyébként erre is egy picit kanyarintani a figyelmet. Nyilván ebben sokan tudnának helyeslő választ adni, de én azt látom, hogy nagyon kevés, és az a baj, hogy például az akadálymentesítésben is szerintem még valamilyen szinten gyerekcipőben járunk, bár már elindultunk, de szerintem Európához képest azért nagyon le vagyunk maradva. Azt látjuk, hogy Székesfehérváron nagyon sok olyan intézmény van, ahol komoly szakmai segítséget kapnak a szülők és a gyermekek természetesen. De hogyan lehet, nyilván ez egy hasonló rendezvény segít abban az összefogás önmagában, hogy ez egy koordinált legyen. Ez mennyire valósulhat meg szerinted? Hát én abban mert bízom sok egyébként. Kicsi intézmény, akik még mindez idáig nem fogtak össze. Az, hogy az önkormányzat koordinálja ezeket a történéseket, az nyilvánvaló számotokra, számunkra, mindenki számára megnyugvást jelent. Jó kezekben van ez a történet. De születnek-e határozott elképzelések arról, hogy hogyan lehet egy teljes összefogást megteremteni? Hát erre a kérdésre azt tudom mondani, hogy ezt most még így nem tudom, de szerintem a rendezvény az pont egy ilyen helyzetet teremthet, hogy esetleg ezek a szervezetek összefoghassanak. De van egy ilyen nem titkolt célja is egyébként az egésznek. Azt is szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy a városunk szerintem nagyon sokat foglalkozik velük, tehát hogy nagyon sok olyan rendezvény van, amikor ők kerülnek a középpontba, és én azt is szeretném, hogy ezzel a rendezvényel mutassunk példát más városoknak. Ezért is lesz az, hogy megpróbáljuk hívni az országos médiumokat is, hogy adjanak hírt erről az eseményről, mert szeretnénk megmutatni, hogyha most tényleg ennyien lesznek, és tényleg ennyien ott kiállunk, és megfogjuk egymás kezét, akkor lássák azt, hogy igen, Fehérvárnak ilyen közössége van, hogy egy jó ügyért össze tudunk jönni, és bízom abban, hogy akkor ennek lehet folytatása ilyen módon, hogy kicsit többet tudunk tenni értük. Tehát ez hajlamosít, hogy egy olyan struktúra alakulhasson ki, hogy utána egy folyamat induljon el. Én nagyon bízom benne, igen. Vannak olyan társaid, olyan segítséged, akik úgy melléd álltak, tehát nem csak az akció kedvéért, hanem nyilván egy folyamatot figyelembe véve, hogy majd továbbra is számíthatsz rájuk? Igen, most azért nem beszélek direkt ilyenekről, mert hogy én szerintem neked már említettem, hogy azért vannak ezzel a dologgal nekem további terveim, csak ez, miután ez még tervszinten van, azért nem is nagyon szeretnék erről beszélni, de igen. Tehát akikkel erről a tervemről beszélgettem, azokból is látszik, hogy szerintem sokan ez ügy mellé, ez az egy
tehát az ügyem mellé állnának, és én azt gondolom, hogy azért jó ez, mert tényleg, hogyha sikerül ilyen központi szerepben így megmozgatni embereket, akkor egy csomó minden jót lehetne tenni. És például az én szándékom az, hogy a jövőre nézve, és akkor ezt most tényleg csak ilyen nagyon előrevetítve és picikét mondva belőle, hogy lehessen ezeknek az embereknek kikapcsolódási lehetőséget teremteni, hogy el lehessen vinni őket olyan helyre, hogyha például mondjuk anyuka nem tudja hova tenni a gyerekét, akkor mondjuk legyen hova vinni ezeket a gyerekeket. Tehát, nagyon pici dolgokat látok, amiket meg lehetne valósítani, ami viszont nincs. Tehát, hogy nem a város hibája, hanem mert egyszerűen még nem tartunk ott, hogy figyeljünk azokra a dolgokra, hogy mondjuk kivigyáz azokra a gyerekekre, akikkel például nem lehet boltba menni. Most mondtam egy példát, de a táborozási lehetőségek is, én úgy tudom, hogy jó, biztos, hogy több is van, a Sörédin kívül túl sokat nem tudok, tehát hogy lehetne egy kicsit több, hogy nyáron is odafigyelni ezekre a gyerekekre, hogy hova tegyék a szülők, mert azért ők sokkal több figyelmet igényelnek, mint a normál gyerekek. Tehát őket nem lehet egy sima táborba elvinni. Minden esetre az első nagyon komoly lépést megtetted annak érdekében, hogy tisztázzuk a jövendőbeli sorsát azoknak a családoknak és gyermekeknek, akik ezzel a problémával küzdenek. És hát ugye a felhívás úgy szól, hogy december 3-án szombaton 10-kor találkozzunk, 10 órakor az Országalmánál, amit épp és sérült társaink együtt ölelnek körül. Ez egy felhívás, és most én azt szeretném, hogy búcsúzóul invitáld meg mindazokat, akik még nem döntötték el, hogy szombaton 10 órakor az Országalma tájékán a belvárosban mit csinálnak. Hát én nagyon remélem, és akkor a kamerában nézek, nagyon remélem, hogy nincs olyan fehérvári, aki még nem döntötte el, hogy eljön. Én azért tartom ezt nagyon fontosnak, és tehát, hogy azért kérek minden olyan nem érintett családot is, akiknek a környezetében nincsenek ilyen gondokkal küzdők, hogy jöjjenek el és lássák, hogy kik azok az emberek, akikről beszélünk, akiket sajnos a hétköznapokban én úgy érzem, hogy kicsit rejtve nem láthatunk, és hogyha eljönnek, akkor lehet, hogy egy kicsit megtapasztalják azt, hogy ők is ugyanolyan szerethető emberek, mint bárki más, úgyhogy én szeretném, hogyha minél többen lennénk, és hogy mindenki hozza el a társát, a szeretteit, és legyünk együtt egy picit, és érezzük át. Szerintem advent pedig nagyon jó hangulatot és okot fog erre adni. Köszönöm szépen, ott leszünk. Természetesen. Kedves nézőink, én pedig úgy búcsúzom továbbra is a Szilvi gondolatával, hogy mindenki jelenlétére számítunk, és bízunk abban, hogy akkorat kört tudunk formálni az Országalma körül, hogy nem fér el a belvárosban, így legyen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra, találkozunk szombaton 10-kor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.